Sziasztok, Asztós Dávid vagyok. Most kerültem haza ismét. Igaz, hogy csak kölcsönbe, de én itt nevelkedtem 15 éves koromig, itt kezdtem a pályafutásomat. 15 éves korom után kerültem el az MTK-ból, 5 évet töltöttem el, 4-et az akadémián, amit végigcsináltam, 1 évet az NB1-es felnőtt csapatnál, ahol sikerült bemutatkoznom, de nem úgy alakultak a dolgok, ahogy szerettem volna, ezért kölcsön adtak 1 évre NB2-be Ajkára, ahol viszont jól éreztem magam, végigjátszottam az NB2-es szezont, sikerült alapembernél válnom. Utána visszakerültem az MTK-ba megint, de ismételten kölcsön adtak Paksra, az NB1-es csapathoz. Hát az az év az nem sikerült túl jól, nem tudtam megragadni a csapatba, csak 5 alkalommal szerepeltem az első csapatba, többször inkább a másodikba, aztán most megkerestek innen Ceglédre, aztán úgy gondoltam, hogy ideje hazatérni. Igazából elég sok poszton megfordultam, úgyhogy magam sem tudom, hogy melyik poszt az igazi. Leginkább belső védő szerepe voltam az utóbbi években, de most itt a vezetőedző egyel előrébb a védekező középpályás pozícióba számít rám. Itt ugye nyilván a védekezés az erősségem, a párharcok alatt a szerzés. Úgyhogy a támadásukban még fejlődünk, hogy jobban részt tudok venni benne. Hát erre az idényre szeretnék minél jobban szerepelni, nem csak egyénileg, hanem csapatszinten is. Szeretném segíteni a csapatot bekerülni a kezdőbe. Egy elég hosszú idény vár ránk, ugye 38 mérkőzésre, nem lesz egyszerű. De szerintem van mögöttünk egy olyan felkészülés, ami mindenkinek önbizalmat tud adni. Játszottunk NB1-es csapatokkal is, ugye a Vasost meg is vertük. Úgyhogy szerintem egy olyan alap van most mögöttünk, úgy indulunk ennek a szezonnak, hogy szerintem nem kell félnünk senkitől, semmitől. Hát ugye szerepeltem sokáig az ifjúsági válogatottamban is, 15-től 19-ig. Szinte részese voltam a korosztálynak. Mondhatom azt, hogy alapember. Megjártam ugye az U17-es EB-selejtezőket is, ahol kijutottunk, de sajnos egy óvás miatt nem mi mehettünk az Európa-bajnokságra. Viszont U19-ben kaptunk egy lehetőséget, hogy itthon rendezik az Európa-bajnokságot, azzal viszont nem tudtunk élni. Az elég rosszul sikerült, egyénileg is és csapatszinten is, viszont a VB-re kijutottunk. Annyi pozitívum volt a dolognak, de jött egy edzőváltás, és ott annyira nem jöttünk ki jól az edzővel, nem tetszett neki a játékom se, úgy más elképzelései voltak, amiben nagyon nem fértem bele, és utána így kikerültem a keretből.